Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi kapu nyílik a plejádok felé július 22-én a maja naptár szerint. Ez az égi kapu nyílása azt jelenti, hogy a mi földünk összeköttetésben áll a plejádokkal. A központi nap a plejádoknál Alkyoné. Lefordítva ez azt jelenti egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Alkyonét mi összehasonlíthatjuk Holle anyóval. Tehát egy ilyen napon, amikor kinyílik egy égi kapu, érezzük Holle anyó energiáját. 10 napon keresztül volt ez az időszak, ez a mai nap, tehát július 22-e az utolsó nap ebben a ciklusban, és mit jelent számunkra? A maja naptár szerint a mai napon ok uralkodik. Ok lefordítva kutyát jelent, és ez szimbolizálja a barátságokat, és szimbolizálja a hűséget. Pontosan ez a mai téma. De ezen a napon elgondolkozhatunk azon, kik kísérjenek el bennünket életútunkon, kiben bízhatunk meg, mert sajnos vannak hamis barátságok is. Ok jelent hűséget is, nem csak a barátságoknál, hanem a párkapcsolat területén. És ez nagyon-nagyon fontos, mert erre építhetünk. De ez a hűség bennünket is érint. Legyünk hűségesek magunkhoz. Érezzük a belső erőnket, ez a biztonság érzete. Ok nem csak barátságokra és hűségekre utal, hanem azt is mutatja, illetve közli velünk, hogy mi bízhatunk az égi erőben. Az égi hatalomnál minden rendben van, ebben megbízhatunk, és kapunk segítséget. És ez volt a felvételem, egy égi kapu nyílik a plejádok felé a maja naptár szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!